A városban az utóbbi években közel meg háromszorozódott az autók száma. A piac környéke különösen forgalmas, ezért az új parkolóhelyek létrehozása egyre sürgetőbbé vált. A piac és környékén nagyon sokan járnak, és nagyon sokan rakják le az autójukat, hiszen a belvároshoz nagyon közel van, ezért ez egy jó hely a parkolás céljából, és azért fontos számunkra, hogy minél több parkolóhelyet alakítsunk ki a környéken, hiszen itt a Göcsei Tudásközpont is, ami most már idén 2 éves, és nagyon sok rendezvény zajlik itt hetente, és étterem is, bisztró is működik, ami szintén népszerű a város lakói körében. A bontást régészeti feltárás követi majd, ami minimum 3 hónapig tart. Nagyjából egy hónapos időszak van arra, hogy az épületnek az elbontására sor kerüljön, bízunk benne, hogy az időjárás is ebben segítségünkre lesz, és azt követően egy hosszabb időszak következik, ugye ez egy régészeti terület, tehát hogyha feltárás keletkezik, vagy éppen következik, akkor viszont arra mindenképpen legyen idő, és azt követően kezdődik el majd az olyan jellegű kivételezés, amivel tudunk tovább lépni, hogy az autók itt birtokokba tudják venni. Amennyiben találnak valamilyen régészeti emléket, az ásatás hosszabb ideig is elhúzódhat. A tereprendezést és a parkolóhelyek kialakítását ezután tudják elkezdeni.